helyünkön. Nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Köszöntöm a kedves meghívottakat. Köszöntöm a kábel televízió nézőit. Tekintettel arra, hogy ünnepélésünk egy része, utolsó két napirendünk, munkaülés is egyben, ezért megállapítom, hogy képviselőtestületünk határozatképes. A készülő jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kornel István képviselő alpolgármester urat, megkérem Lombos László képviselő urat. Tisztelt vendégeink, jegyzőkönyvünket dr. Rózsa György vezesse. Ünnepi testületi ülésünket megnyitom. Ünnepi ülésünk napirendje következőnek a bevezető után hallgassuk majd meg a himnuszt, azt követően a Kamilics János általános iskola ünnepi műsorát. Ezt követően egy megemlékezés augusztus 20-a a Magyar Köztársaság állami ünnepe alkalmából, majd önkormányzati jelképek alapítására és használati rendjének szabályozására László Címer avatásra felülsor, és végül települési szintű elismerések adományozási rendjének megalkotására. Ünnepülési legvégén pedig majd a szózatot hallgassuk meg. Tisztelt vendégeim, ünnepi ülésünk napirendjén belül, ahogy jeleztem, a himnusz következik, hallgassuk meg. Kormányozni és védelmezni. Akarom.
magyarok uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de miért tudod? A vízfanyár, az erdők dísmáta, a poros tünet gyomát. Kigyöltek a sebes ujját, az ökrök, döbbét lehet a messze biztosan. Egyszerre rózsafényben tündökölve került elő, egyszerű vizik. Ez is tavolt rátok a szírtek őbe. Virág kímezte a mező színjét. Ártán körülnézett a nagyszerű ormány. Érezte, hogy övé a föld, a kormány. S már híre ment, hogy eltűnt szobványos. A völgybe lent tüzet rakott a kántos. Ártán a földverosat reszketett, lopogni kezdett, mint egy kísérlet. Leszörnyű csöngyül a dinkáj felett, halálos csöngben elhagyott vele. A sátorok elmondtak, és azok oly néma, mint külvilág állatunk. A fellel, amely barlagat egen, ezerét gyártán fordja benhessen. A barlú, mely rettenve szállt oda, tán érzi, minek álma itt oda. A nap vedéli sátora, az ég aranyziborral légi borra menni. S a csillagok, az örök öltönek, az ősi vigyázással szólnak. S a szél a régi dalt búdolja csak, s a jegyeink a vászlán állanak. De jaj, hol van ma az a hét vezér? Hol egy is, egy csak, aki nem beszél, de vérét a serdekbe önti, és a népelegi győzni, veszni tud. És hol a nép, amelytől fél nyugat? A szeri pusztán hóta felett ugat. Magol zuhog a búsról mert a fény. Ó, szeri esti, hadd idézlek én. Hol vagy István király, énekeltünk Ádám, rontó béke útján, boszorkába járván. Népünk drága kincse, szent jó, sírva néztünk, míg a bontó balsós karja vesze népünk. Nagy öröme vagy ma lángoló szívünknek, s neved áldott napja új diadal ünnep. Ott vagy István király, hol a hadak járnak, várva széles útját nagy Magyarországnak. Dicsőséges jobbot délre és keletre vezeti népünket. Örök győzelemre. Én eljött az áldott új nap, zenő, üdvös öröme, szent királyunk Istvánunknak. Még tart a világ keze, őrvenjen ki ő által a nő, urunk örököse, s érdekéből nyeri vala, hogy a mennyek részese. Eszer volt a magyar népnek első hithirdetője és a keresztény törvénynek Isten küldte szerzője. Két talenton helyett négyet megkettőzve megadott. Ötért tüzet istenének kamatosan juttatott. A királyok, ha meghalnak, bevédjük uralmukat. Meg nem öltik a hatalmat, s felséget a hantalat. Áneszem, mihelyt bevédzé a földi uralkodást, örök dicsőségben kezdődik
új fenn a királykodás. Menje minden adománya közt, legnagyobb kegyelem, mely rászáll a Szent Királya. Csodálatos kilelem. Szent Királyból, nemes árból, de a kite nemesen. Mindehez a regény járul, és az erő felhez. Mikor véget ért a pálya, minden föld megbeteg. Jézus Krisztusnak ajánlott a lelkét, a szépségesen. Hol van István király? A legegyszerűbb nép arcán ragyog szobát. Hol felhőt kavart a hordobágyon? A nehéz, sárga jegyeléken szakadt szét minden aranya. Szent István ünnepe különösen fontos számunkra, hiszen államalapító királyunkra emlékezünk ezen a napon. Emlékezünk arra a nagy királyunkra, aki történelmünk során talán elsőként ismert fel olyan alapvetően fontos dolgokat, feladatokat, amelyek nagy részben még a mától is elválaszthatatlanok. Tisztelt emlékezők, a magyar nép minden korban igen nagy tisztelettel övezte első királyunk alakját. Pedig úgy gondolom, hogy az ünnepet túl a hivatalos előírásokon is joggal tekinthetjük a legfőbb nemzetünk ünnepünknek, állami ünnepünknek. Lójuk le hálánkat országalapító Szent Királyunk előtt. Sohasem feledhetjük, hogy bennünket az előttünk járva nemzedékek emeltek magasra. Csak akkor érdemelhetünk ma mi is tiszteletet, ha magunk is szeretjük és tiszteljük őseinket. Nemzetünk nagyjai között is elsősorban Szent Istvánt illeti ez a hála és tisztelet. Sokszor és sokan elmondták már, mégsem elégszer, hogy az addig kalandozó, széthúzó, és így a szétforgásolódás és megsemmisülés veszélyének kitett magyarságot István erős kezek kovácsolta egy így. A széteső, törzsi tagoltságban lévő népet ő gyúrta nemzetté, ami ellen akkor igen sokan lázadoztak, ellenálltak. A szabad puszták, a szitja ősök fiai nagyon nehezen viselték azt a történelmi folyamatot, amelyen István a keresztény Európa nemzetei közé vezette őket. Mégis vállalnia kellett Istvánnak, mert ez volt az az út, amely lehetővé tette e népnek az akkor egyetlen helyes irány meghatározását. A kereszténység fegyelmetette tehát alkalmassá népünket arra, hogy kibontakoztassa képességeit, és olyan kultúrát teremtsen, amely akkor versenyre kellene nyugodtan is. Szent István tehát reálisan mérte fel a történelmi helyzetet, a létünket fenyegető veszedelmeket, és felismerte a gyökeres változtatások szükségességét. Ennek köszönhetjük, hogy oly sok külső támadás és belső vizája ellenére mégsem sorolta el népünket a sors hivatalja. Hogy szépen mondja Provászka utókár,
az őshazából hozta népünk a szabadság lángoló szeretetét, de fönnmaradásának biztosítékát nem hozta el, azokat a kereszténységtől kapta. Ennek köszönhetjük, hogy átvészeltük a tatárjárás, a török túlás, az osztrák elnyomás, a megbukott szabadságharcok, a szovjet megszállás, a tilalmi csókítás borzalmai. De senki ne higgyen, hogy Istvánnak könnyű dolga volt, hogy sosem fogta el a csüggedét. Rengeteg megpróbáltatás, megnemértés, ellenállás kísérte az újat, a mást, az erőfeszítéseket. És akkor még nem is említettem a külső ellenséget, vagy a sorscsapást, fia elvesztését. De mit látunk? Szent István ennyi csapás közben is rendíthetetlen maradt, sohasem adta föl reményt, bízott hit népe jövőjében és a gondviselésben. Tisztelt szivakiak és innen távol élünk. Térjünk mi vissza István történelmi nagyságához. Semmiképp nem tűnhet el szemünk elől, hogy három igen lényeges, kibékíthetetlennek látszó ellentmondás feloldására volt képes a maga senyhajtásával. Az első ellentmondás volt, amelyet megoldott a kereszténység és a magyarság ellentéte. Akkor sokan úgy gondolták és azt hallották, hogy ez a kettő kirekeszti egymást. Aki az egyik, az nem lehet a másik. István király misszionárosi lélekkel oldotta ezt fel minden időket. A másik ellentét volt az, amely az akkor földi szerkezetben élő, szabadon kortyázó magyarság életében a rend és a szabadság közt fennáll. István államszervezetében a rend és a szabadság feloldódik a nemzeti önállóságban. A harmadik ellentét az volt, hogy a magyarság nemzeti egyénisége szemben állni látszott európai ságában. Tehát István éppen olyan magyar volt, amilyen európai, és a magyar nemzetet tette európaivá, egyben Európának ezt az alapföldjét tette a magyar lélek és a magyar gondolat talajává. Ugyanim is vagyunk. Történelmünk meghatározó alapjának, keresztény országok alapítójának, Szent István királyunknak élete, tevékenysége, lelkisége és gondolatvilágunknak számunkra tehát mindig időszerű. Talán éppen ez okozta, hogy nagyon gyakran történtek kísérletek alapjának aktualizálására is. Többnyire ez még csak a javunkat szolgálta, hiszen István mindig jelen volt a magyar történelemben. Cselekedetei, törvényei, intelmei, a többi királyunk is minden magyar számára egyaránt példaképű szolgáltak. Például Szent László benne kereste előképét, és ő emelte a szentek sorába. Még a nyíltan materialista és nemzetietlen politikai rendszeresen merték mellőzni a magyar történelemből Szent István. Ünnepének igyekeztek más értelmet adni, de megkerülni nem tudták, kikarkották hát őt kísérletíteni. Ha az ellenfeleivel való leszámolás nem egyszerű kérdését vizsgáljuk, egyáltalán nem szabad elfelejtkezni róla, hogy ő sohasem a támadó volt, hanem a megtámadott. A döntő ír szándékainak tisztasága mellett, hogy István a hatalmat mindig a közjó érdekében használta fel, és azzal soha nem ért vissza. Ki kell szólni arról, hogy augusztus 20-a kapcsán csodálatosan fordulnak egybe Szent István, valamint az aratás és a kenyér magasztos ünnepet. Ezt a hagyomány úgy magyarázza, hogy az aratás hosszú időken át Szent István napja körül fejeződött be, így ma is sok vidéken augusztus 20-hoz kötődik az aratóvizet. Ez jellemző településünkre is. Szent István ünnepén már a középkortól kezdve zarándokok tömegei keresték fel a sírját. Az újkorban ünnepe akkor kapott különleges hangsúlyt, mikor első Ferenc munkaszüneti napját kiválasztotta. Szent István napjához kötődő események közül különösen kiemelkedik a Szent Jobb szertartások ünnepe szerepe. Nevezetes év 1991, amikor Szent István napját nemzeti ünnepeink sorába emelte az országgyűlés, illetve hivatalos állami ünnepével. Csodálatos történelmi összefüggés, amikor, mint az idei augusztusi ünnepünk idején külön is tesszük, a honfoglalást emlékezünk a Mille Centenáriumjegyében.
nem véletlenül, hiszen európai történelmi első és sorsrendű állomása volt a honfoglalás. A két ünnep, a két történelmi esemény egymástól elválaszthatatlan. A történészek még vitáznak ugyan, de az írott források egy irányba mutatnak, Árpád nagyfejedelem seregével a 893. évi besenyő támadás után, 895 szabadán a Velencei hágón és a félre alakott Felső-Tisza vidékén átnyúlt be a Magyar földre, és véres csatákban verte ki onnan a dunai polgárokat. Honfoglaló őseinkre büszkeséggel és kegyelettel emlékezünk 1100 év távlatából, hiszen alapvetően nekik köszönhetjük mindannyian, hogy van nekünk magyaroknak szülőföldünk, hazánk történelmünk. Az is örömmel tölt el bennünket, hogy a mai napon, 1996. augusztus 19. napjától őseinket méltó emlékműünk van. Szent István egy évszázadra a honfoglaló őség bejövetele után került az ország trónjára. Méltó és igazságos tehát, hogy a honfoglalás 1100. évfordulójának legjelentősebb ünnepeit Szent István napja körül rendezik. Első királyunk ugyanis az egész magyarságot fogta össze, amelyek tagjai közül sokakat elsöpört, máshova vitte a történelem, de ez a nap a kollektív magyarság tudat ünnepe szerte a világon. Mindenütt, ahol magyar közösségek vannak, ezen a napon ünneplik, hogy él, működött valaha egy uralkodó, a magyarok királya, és őt idézve felmerül mindenkiben, hogy egységes haza kiképzőképe. Melyek hát István fő érdemei? Igazi keresztény volt, aki el tudta választani a külsőséget, taszító erejétől a lényeget. Csak nem egy évezredig bevált egyházi és államszervezet tudott létre. Olyan törvényeket hozott, amelyek kiemelkedtek kortárs királyok törvénykedéséből és gyakorlatából egyaránt. Kegyes, igazságos és békeszerető király volt. Alkotmányos értékű intelmeiben örök időkre érvényes és időszerű eszmék tükröződnek. Az Árpádházi királyok korában az egyetlen európai keresztény király, akinél a zsidók és mohamedánok is gyakorolhatták vallásukat. Igen jelentős súlyú tehát Szent Istváni örökségünk máig is érezhetően. Egy sajátos magyar magatartás, amely szélsőségektől mentes, másokat és másságot elismeri, megtűri, megbecsüli. Nem kell félnünk tehát a történelem ítélőszéke előtt tárgyilagos összehasonlítás esetében. Ezzel tette hazánkat Európában egyik legvonzóbb országává, különös figyelemmel a törvényesség biztonság szempontjaira. Ez végül a már hivatkozott Szent Istváni intelmekből egyet szeretnék idézni. Tartsd mindig esetben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Kedves emlékezők, ünnepeljük tehát ma a nemes, kitüntetett alkalmakat, Szent István alkotmányunkat, könyvünket, honfoglalóseinket, és ne feledjük az időtálló tanulságokat a mindennapokban sem. Köszönöm a tisztelő figyelmüket. Folyamatában a települési célokkal történő azonosulás,
proklamáló és szintjének emelésű. Ebben megítélésem szerint rendkívül jelentős szerepe van a települési önkormányzatok megjelenésének és azok érzelmi hatásának. Mindezeket felismerte képviselőtestületünk, amikor is már korábban meghatározta a települési járképek megalkotási munkájának előkészítési rendjét, szervező munkáit és felügyelte annak állását. Az általa megjelölt munkabizottság koordinálta a készülő jelképek szakmai és adminisztratív munkáit. A jelképek megalkotásához számtalan olyan tény és esemény szimbolikus ábrázolása vált felhasználhatóvá, amelyek alkalmasak a címer és a zászló alkotónak elemeiként. A előírt munkabizottság ülése után kialakult a címer tervezete, amely mint itt növelőtt is rendelkezésre áll, illetve látható, és amelynek készletesebb ismertetésére megkérdésére. A címer megalkotásánál a munkabizottságunk, illetve a Puszta Stúdiós szakemberei két gondolatot vettek figyelembe. Az egyik a szabadság, ez a szabadság gondolata, a másik pedig a szülőkor, a szülőkör szeretetem. Ez címerben olyan módon jelenik meg, hogy egy négy osztagú pajzson különböző elemeket tartalmaz. Úgynevezett beszélő címerről van mi esetén a szó. Ebből a arany oroszlán, az utolsó arany oroszlán utal arra, hogy korábban ez a terület illetőmélet született családja tulajdona volt, és a család ugyan fiában kihal, ez egy ma is élő család viszi magába ezt a nevet, ez egy Olaszországban egy család, a Malacsinek család, és az ő címerükbe vettük át ezt a jelképet. Szivak Imrékről sokan tudják, hogy a Mohácsi család benne volt. A másik egy ilyen elem, ami a szülőföldet kötődik, az a kék alapon kétezüst sújtás, ami a kicsát, illetve a körösen után. És akkor így átlósan mondtam a két elemet. A másik, a harmadik motivum az a Anzsú Lilium, amivel a 13 található két alapon. Az Anzsú Lilium szerepeltetése abból a megfontolásból látott érzelmének, a Szivakházában az első említést a Anzsúkorból, a királyok idejéről tudjuk. Minden a Lilium, a 13-as szám pedig a 13 alapig értelmeről utalál. A utalás indok az 1849-ben 24. Szivakházi csata, amikor is Szivakházán többen lettek részt a támogatók a tagjai közül, akik később életüket a haladék fórjában végezték. Damjanics János, tehát Lengyel, Westerburg, Károly nem ismertem meg. A csatára közvetlenül a magyar nemzeti zászló karmai között a kizárt szárnyi túlmagát utal, ezt is meg szeretném volna jeleníteni, illetve Leingert Károlynak a huszárnyaira a csákó és a nemzeti robogó utal közvetlenül. A munkát a Szivakházi Szentségében a Magyar Nemzeti Zászló Bizottságot végezte, ebben igyekezett, legjobb igyekezett, hogy szerint választottunk be olyan embereket, akik valamilyen módon ismerték Szivakházat történelmét, illetve valamilyen saját tudásuk alapján tudtak hozzátenni a színjelhez. Másrészt pedig tudtam a Osztal Stúdió, illetve a képviselői jelenet, és még a Balmán Gábor úr. Kérlek el, hogy mindezek alapján viszont képviselőtestületnek elindultak támogatásban.
képzésének munkajelölő lelkészítéseként még egy alkalommal a képviselőtöse hívásra kerültek, annak érdekében, hogy a mai ünnepi ülésünkben úgy a munkajelen, mint a ünnepi jelen egyaránt érvényesüljön. Megkérdezem, hogy a képviselő részéről lehetődött fel olyan megérdő kívánményeknél, amennyiben nem, akkor megkérdezem, hogy szereplős képviselőtestülete részéről ki az, aki a általuk hirtokban tartott és rendelet területen szereplő részletes leírású, jegyző úr által is részletesen leírt címerünket, illetve a zászlónkat elfogadjuk. Köszönöm szépen. Ellenvélemény tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a települési jelzőket megalkotásáról szóló rendeletünket képviselőtestülete elfogadta egységes, egyhangú szavazással. Tisztelettel köszöntöm napirendünk tárgyalása során Szarvas András testületes urat, akit nagy tisztelettel megkérek, hogy a rendelettel jóvá hagyott színelőket, zászlónkat szentelje meg. Lek nevében. Istenünk, jóságod mindannyiunknak ég és földi hazát készített. Szent fiad Jézus is Názáretben élt, és Názáretinek hívták. Nekünk is adtál földi otthont is, hogy itt éljünk, itt szeressünk és szolgáljunk téged, szolgáljuk egymást, a magunk boldogulását és örök üdvösségünket. Te adtál jeleket is, amelyek rád emlékeztetnek. Föld életünket is jelek és jelképek kísérik, ilyen a zászló is, a címer is, amelyek a hazára és lakóhelyünkre emlékeztetnek. Nemzeti létünk 1100 éves fordulóján most azért is összejöttünk, hogy áldásodat add községünkre, életünkre és munkánkra, valamint ezeket jelképező zászlóra és címerre. Istenünk, Te vagy minden áldás forrása. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezt a zászlót és ezt a címet, és általa minket is. Az, hogy amikor ezek hovátartozásunkra emlékeztetnek bennünket, amikor szülőtőlünk és lakóhelyünk iránti kötelességeinkre emlékeztetnek, soha ne feledjük azt sem, hogy mivel tartozunk neked, hogy áldásodra mindig méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Önkormányzatunk elégő szerint nem rendelkezik még olyan korszerű szabályozással, amely a település szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben tudná részesíteni, és cselekedeteiket, személyüket megfelelőképpen érdekes értékelve,
példaként szállíthatnál, jelen is utolsó elé. Úgy gondolom, hogy ehhez a szabályozáshoz, ennek a elismerési adományozási rendszabályozásával igazán méltó alkalom a Mihály Szent Tanásnak az a évfordulója, ünnepe Szent István ünnepével együtt, amelyel sor kerítettünk el nagyon fontos rendelet megalkotására. Előterjesztésemhez kapcsolódik a meghívó alapján képviselők részére rendelet tervezetként továbbított olyan szabályozási rend, amellyel a felelősségi szintű elismerésed adományozási rendjét korszerűen tudjuk szabályozni, és ennek keretében két olyan kitüntetés létre elismerést tudunk rendelet útján jóvá hagyni, jelen ünnepi érzésünk keretében, amely valóban méltó ezekhez az alkalmakhoz. Ez a Sivakárna nagyközség kézpolgára cím, valamint Sivakárna nagyközségét érdemében. A tervezett elképzelés szerint a település kézpolgára cím adományozható lenne a jóváhagyás után annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével, mind a településen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a nagyközség jó hírnevének öregítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A vízpolgári cím évente egy alkalommal lenne adományozható, és bizottsági elnökség javaslattal ezt a tervezetet azt megisztíteni ki, hogy a posztumus rendszerén is kivételjön, és még egy olyan vízpolgári cím is lehetne mindenkit adományozni, amely esetleg posztumus elismerés lenne. A másik elismerés Sivakárna nagyközségét emlékére, amelyet javaslok a képviselőtestületnek rendeletére jóvá hagyni. Sivakárna nagyközségét emlékére azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi és gazdasági szervezeteknek lenne adományozható majd, akik vagy amelyek a település fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági és vállalati ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a nagyközség értékeinével és maradandó eredményeket értek fel. A rendeleti javaslat szerint a emlékének évente legfeljebb kettő személynek lenne adományozható. Előterjesztése alapján a képviselőtől szereplőjükre részükre átadott rendelet tervezett jóváhagyását indítványozom, és megkérdezem, hogy
figyelmeket, hogy a 15 órai időpontban elnézünk utalmásra, kerül majd a sor, amely már egy másik elnézést kérnek. Köszönöm szépen!